amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. ülést tartottunk de... a Tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Hogy hát, kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. A jó gazdálkodás alapján tudtuk elérni. Igen, ez egy központi téma. Hogyan indult Budaörsön a tanév, mivel milyen részlegekkel bővül a helyi egészségügyi központ, mennyire népszerű a nemrég nyílt környezetvédelmi kiállítás. Többek között ezekre a kérdésekre is a polgármester válaszol. Tiszteletem, polgármester úr, kezdjük mindjárt a legaktuálisabbal. Elkezdődött a tanév, ön legalább két gyermekkel érintett a tanévkezdést, illetően. Ez legalább ott ezt már még meg kell ért értelmeznem, kell. szóval egészen pontosan kettő. Mindenkinek a... az apukája a polgármester hát, ez nem gondolom, hogy mindenki így érzik, de kicsit, de van egy nagyobbik fiam, viszont ő már régen túl van minden Oktatási intézményen. Valóban, először is én is köszöntöm a kedves nézőket. Valóban, hogyha valaki nem vette volna észre a hideg éjszakákon és a hűvös reggeleken, hogy a nyár végéhez értünk, az a forgalom növekedéséből és az iskolák környéki nyüzsgésből azért levonhatja azt a tanulságot, hogy itt az ősz. A szülők egy kicsit a pénztárcájukon keresztül is érezhetik ezt. Ez az első olyan tanév, amikor úgy tetszik, semmi közünk nincsen már azokhoz az intézményekhez, amelyeknek a színvonalát mi alakítottuk ki, és azért ezt nagyon nehéz megszokni, nem is nagyon szeretném, tehát hosszú távon bízom abban, hogy majd egyszer a néz még majd felülkerekedik. Minden esetre, ugye ilyenkor mi, amikor tanévkezdés megtörténik, akkor az intézményvezetőket összehívjuk, és Beszoktam arról számolni, hogy hol mi valósult meg, hogy a törvényi kötelezettségünkből adódóan, ugye ez, erről már volt szó, hogy az előző évi amortizációnak megfelelő összeget illendő elkölteni, hogy ezt milyen felújításokra, milyen bővítésekre fordítottuk. És hát sajnos idén azt tapasztaljuk, hogy ez a két ütemű teljes központosítás, a mindent lenyúlás. Magyarul az ön autója az öné maradt csak én használom. A papíról szerepel esetleg csak a neve, viszont minden tulajdonhoz fűződő jog az engem illet, ez egy sajátságos tulajdoni helyzet. Tehát mi így vagyunk az iskolákkal, és hát sajnos a ahogy a gyanunk az már az előző évben is, amikor az egész központosítás elindult, erősen villogott és mutatta azt, hogy itt baj lesz. Tehát indokolt volt az, hogy aggódtunk amiatt, hogy vajon fognak-e tudni annyit költeni az oktatási intézményekre, amennyi egyébként a törvény előír, és amennyit kötelezettsége egy önkormányzatnak, hát ez, ez, nem történt idén meg, töredéke valósult meg, igazán pontos kimutatást meg még nem is kaptunk, mert hiába kértünk erről pontos kimutatást, elég szomorú ez a helyzet. Ehhez képest egyébként megkeresett a, az intézmény központ vezetője, hogy a következő öt éves, úgy látszik, most megint öt éves tervek lesznek, oktatás fejlesztési kérdésekben működjünk együtt, természetesen igyekezni fogunk, mi ebben mindent megtenni. Nem pontosan tudom, hogy ez mit jelent, de hát majd nyilván ki fog derülni, de én sokkal jobban örülnék, hogyha azért legalább az a színvonal megmaradna, ami van, és persze, hogy ebből fejlődés is lesz majd, és nem negatív előjel az, az is jó. Lövészet biztosan lesz, lovaglás esetleg. Nem tudom. Ez ugye viccesen hangzik, de egyre inkább a gimnáziumok elsorvasztása felé történő lépésekről hallunk, és a jövőt valamilyen jellegű átalakulást fest fel, miközben azt látjuk, hogy a jó gimnázium iránt borzasztó nagy a kereslet, hiszen ahol, mint például az IES gimnáziumban, a gyerekek jelentős része minimum egy, de többnyire kettő, sőt, van, aki három nyelvvizsgával, és ezek között sok elsőfokúban hagyja el a középiskolát az hiszem, nem csak a parlamentben ülő képviselőknél rendelkezik nagyobb tudással gimnazista fejjel, mert ugye épp a nemrégiben kaptunk egy kimutatást arról, hogy milyen szomorú a kép ebből a szempontból a minket képviselő országgyűlési képviselők tekintetében, de hogy a egyetemi továbbtanulás után, hogy ők a piacon majd egy milyen tudással fognak tudni kilépni a munkaerőpiacra, és milyen jövedelmi helyzetet tudnak a jövőben kialakítani, annak meghatározója, hogy ezen a szinten milyen oktatásban részesülnek, és nem véletlen, hogy az iskoláink iránt rendkívül nagy a kereslet, miközben azért a gyereklétszám olyan arányban nem nő, ahogy az iskoláink iránti igény nő. Tehát valamennyi oktatási intézményünk, iskolánk fullon van. Még szerencse, hogy a Hermanban a tetőtérbővítéssel egy újabb osztály indulása az lehetővé vált de mindenhol 30, 30 fős osztály létszámok vannak. Ennek az az oka, hogy ezek az iskolák jelentősen magasabb színvonalúak, és hát mi azt szeretnénk, ha ezt meg lehetne őrizni. Sőt, hát bővíteni kellene, majd azt érdeklődéssel várom, hogy vajon a Klebersberg központ a bővítések tekintetében milyen forrásokkal fog rendelkezni. De én most nyugodt vagyok, hiszen Kósa Lajosból, a Nemzet Fémkupakügyi szakértőjéből most már miniszter lesz, úgyhogy ő fogja felügyelni a Modern Városok Program hogy egészen biztos fantasztikus fejlődéseknek nézünk elébe. Itt természetesen, aki a cinizmust érezte, az nem hallotta rosszul a dolgot. És ugyanakkor ez a lőtér őrület, ez engem is riaszt, szóval nem is tudom ez dekódolni, bár ugye igyekeznek egyre inkább olyan kommunikációt folytatni egy tekintetben, hogy ez nem lesz követelező, meg nem a honvédelmi oktatás része lesz, de én egy olyan társadalmi rendszerben szocializáltam, hogy amikor egy olyan hírt hallottam, hogy valami nem azért van, hogy akkor biztos lehettem benne, hogy az pontosan arról szól. Úgyhogy én nem nagyon örülök, és sokkal jobban örülnék, hogyha a kultúra és egyéb területen erősítenék a gyerekeknek, vagy éppen a nyelvoktatás területén a lehetőségeiket. Ugye a Buda mi a sport és a, a és a testmozgáshoz, az egészséges élethez a feltételek ezeket valóban magas színvonalon biztosítjuk. Lőterek talán túl nagy számban is vannak a környéken, ha valaki lövöldözni szeretne, bár ez nem annyira, hogy is mondjam, tölti el örömmel az itt élők jelentős részét, de hogy, hogy ez lenne a legnagyobb probléma ma Magyarországon, hogy lőtereket az iskolába, én komolyan néha elgondolkodom azon, hogy épelmű emberek gondolkodnak-e ilyen kérdésekről. Nyár közepén beszéltünk talán utoljára, akkor 200 millió forintra taksált a polgármester úr, hogy kéne az iskolák kötelező nyári karbantartásához. Ennyit nem akart adni az érdi tankerületi központ. Végül is adott-e valamennyit? Történt-e felújítás, vagy ez kimaradt ide? Március környékén kellett volna arról számot adni a, a tulajdonos felé. Ugye jeleztem, hogy semmiféle jogosítványunk nincsen, csak a tulajdonjog bejegyezve a, a a, bejegyzve a, a földhivatal valamelyik papírkáján. Szóval... A törvény azt írja elő, amit mondtam, hogy az előző évi amortizáció értékének megfelelő összeg az a minimum, amit rá kell fordítani ezekre az intézményekre, ez 200 millió forintos nagyságrend. Tavasszal kellett volna számot adni an, arról a tankerületi központnak, hogy mennyit kíván és mire kíván fordítani az idei nyári szünidőben, akkor a, level, a leveléből az derült ki, hogy mennyit, hogy nem terveznek. Na most ez azért jeleztük, hogy ez így nem lesz azért annyira jó, mert sem a köztünk lévő megállapodásnak, sem a törvényi elvírásoknak ez nem felel meg. Amikor június környékén megnyertük első fokon az állam elleni pert, ami ugye az oktatással kapcsolatban a háromszorosát kívánja lenyúlni, a magyarul kilopni, a zsebéből azt a pénzt. Megnyertük ezt a pert, és az ugye kötődik az oktatási kérdésekhez. Akkor érdekes mondom, kaptunk egy levelet a Klebersberg, pontosabban a tankerületi központtól nevezzük egyszerűsítve így, mert legalább ezt talán lehet érteni, ugye mi központú, hogy, hogy egy olyan 130 milliós nagyságrendben kívánnak ebben az évben felújítási, karbantartási munkákat elvégezni. Mi akkor kértük, hogy akkor legyenek szívesek kibontani azt, hogy mire fogják ezt fordítani, aztán ezt kérjük a mai napig folyamatosan. Én most azt hallottam, mert hivatalosan választam, mai napig nem kaptam, azért ez is elképesztő, szóval, hogy 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 ennyire vegyék komolyan azt, hogy egy települést képviselő önkormányzat vezetőjének a kérésére, hogy a saját ingatlan a kapcsolatban mi történik, egyszerűen nem kapunk választ, de hát ez Magyarország, úgyhogy ne lepődjünk meg semmin. És most azt hallottam az egyik műsorban, hogy körülbelül a töredéket ilyen 30 millió körüli összeget fordítottak, de most ugye, hogy ez igaz-e vagy nem, tehát ugye nem láttam sem megrendeléseket, sem elvégzett munkát, sem számlát, szóval Tényleg nem tudok más mondani, mint hogy a helyzet tekintetben is elképesztő. De aki ma Magyarországon bármin elképed, az még nem szokott hozzához, hogy tulajdonképpen minden nap kipipálhatunk valamit, hogy na akkor erre se gondoltunk, erre se gondoltunk, jobb, ha megszokjuk, hogy minden nap lesz ilyen, és akkor nem lesznek meglepetések. Tali, mindesetre elkezdődött verseny, és ezt kipipáltam. Viszont az oktatáshoz kapcsolódik az ösztöndi pályázat közoktatási intézményekben tanulók számára kiírt pályázat szeptember 30-áig kell vagy lehet pályázni. Egészen pontosan mit tartalmaz ez, kikélhetnek ezzel, és milyen. Előnyök várhatók attól, attól hogyha valaki nyer ezeken a pályázatokon. Igen, ugye a településről, hogyha valamit nem tudunk megoldani, akkor sokszor szokták mondani, hogy micsoda gazdag település, itt mindenki jó modu, itt tejjel, mézzel folyó vannak, a kerítés is kolbászból van. Azért azt tudni kell, hogy egyrészt az önkormányzatnak is jelentős gondjai vannak ahhoz, hogy azért, hogy azokat a, abban az ütemben, ahogy a lakoslékszám nő a különböző szolgáltatásokat megfelelő színvonalon tudja biztosítani, különösen úgy, hogy egyik pillanatra a másikra a költségvetés, Lenyúlják a 10%-át, egy fillért sem kapunk a központi költségvetésből, máshogy ez a minimum az 50%-a szokott lenni az adott település költségvetésének, és még a saját bevételünkből is ellopnak pénzt, így nagyon nehéz gazdálkodni. És hát azért azt is látni kell, hogy hiába egy olyan település ez, ahol az átlag azért jól keres, jó módban él, az átlag az mindig azt jelenti, hogy vannak kiemelkedően jó Körülmények között élő emberek, és bizony vannak sokan olyanok, akik éppen a lemaradók közé tartoznak, munkahelyüket elvesztik, szeretnék tartani ezt az életszínvonalat, de nem nagyon tudják, nem feltétlenül tudják. Szóval, hogy szociálisan, szociálisan nehéz helyzetben vannak. Nagyon sok ilyen helyzetben élő ember van, ahol ugyanúgy tehetséges gyerekek élnek a családban, és őket kívánjuk segíteni, egyébként minden évben a 2017-es, 2018-as tanévben is kiírtuk ezt a pályázatot, itt most puskázni fogok, hogy pontosan a, a szeptember 30-áig benyújtandó pályázatban minek kell megfelelni, tehát az a lényeg, hogy a tanulónak legalább négy-kettő, tehát a 4,2-t el kell érnie, tehát 4,2 és jeles közötti eredményt kell elérnie. Hátrányos szociális helyzetű tanulók jelentkezhetnek, akik az általános iskola a 7-8 évfolyama, szakiskola vagy gimnázium, illetve szakközépiskola napközis képzésében vesznek részt. Ösztöndíjat ugye minden tanévben kiírunk, és ezt minden tanévben újra kell pályázni, mert nyilván változhat a helyzet tanévenként és amit lehet kapni az önkormányzattól, az, az havonta 12.750 forint. Ugye nyilván ezt a minimál bérhez lőtük be, ezért van ez a, hogy miért pont 750 a vége, ezt a kérdést megelőzve mondom ezt el. Úgyhogy remélem, hogy ezzel tudunk azoknak a családoknak segíteni, ahol a, a tanuláshoz esetleg pont ez, ez az összeg hiányzik. Hát ugye az elején beszéltünk arról, hogy azért a beiskolázás is vannak olyan családok, ahol ez egy komoly terhet jelent, hát legalább évközben a tanuláshoz tudjunk egy ilyen, ö, ilyen támogatással hozzájárulni, ez volt a cél. Szintén pályázati téma, szeptember 15-éig lehet pályázni a helyi értékvédelmi támogatásra. Milyen értékeket lehet ezáltal védelmi? Ugye azt tudni kell, hogy vannak olyan helyi védettség vagy, vagy országos védettség alatt lévő épületek, ingatlanok, ahol nagyon fontos érdek fűződik ahhoz, hogy ezeknek a arculata, a jellege megmaradjon, hogy őrizze azt a, azt a hagyományt, azt az építészeti kultúrát, amit meg szeretnénk az utókornak is őrizni, és ahhoz, hogy egy ilyen épületet valaki felújítson, vagy bővítson, és, és, és megtartsa az, ezeket, a, ezeket az elemeket, amitől az az épület ezt a jelleget és ezt a védettséget élvezi, ahhoz viszont többletköltségek költségek fűződnek, és ehhez kíván az önkormányzat most már régóta, ez egy 2004-es rendelet, ami alapján minden évben kiírjuk ezt a pályázatot, és a, gyakorlatilag a felújítás összeg maximum 50%-át lehet itt elnyerni, maximum másfél millió forint bruttó összegben nagyon sokféle, nagyon szerte ágozó, hogy mire lehet, tehát a megalapozó vízszigetelés, megerősítés, tetőjavítás, korszerűsítés, balesetveszély elhárulása, és egyébként minden egyéb olyan építészeti tevékenység, aminek ezek, amiket most elmondtam az előzmény. Jó, hogy mondja a polgármester úr, mert én kapásból a homlokzat felújításra gondoltam, hiszen városképileg nagyon fontos, hogy a, Az, hogy az is benne ki. van ebben természetesen, tehát az is, az is hozzá A legfontosabb az persze, hogy a homlokzatát megőrizze egy ilyen épület tehát, amikor valaki ránéz egy, 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 egy helyi védettség alatt lévő svápázra az, 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 érezze azt, hogyha egy kicsit úgy kizárja a külvilágot, mint hogyha egy, egy pár évtizedet idő utazna, és hogy azt a hangulatot ő, meg tudja tartani a település. Magánszemélyek pályázhatnak. Természetesen. A világos. Bővül a Budaörsi Egészségügyi Központ, mégpedig gasztroenterológiai rendelővel, valaki nem tudna, ez a táplálkozási problémákkal, zavarokkal küzdködők számára nyújt segítséget. Hiánypótlásként jött létre ez, tehát milyen információi vannak polgármester úrnak. Több olyan beteg is lehet Budaörsön, akik eddig az ilyen irányú ellátás miatt Budapestre vagy távolabbra kellett, hogy utazzanak. Erről ritkábban esik szó, de ez is egy népbetegség. Különösen a férfiak számára nagyon fontos, de a hölgyek sem, kivételek persze ez arról, hogy különböző szűréseken legalább öt évente részt vegyenek, mert hogy most itt nem szeretnék senkit riogatni, és abban tetszelegni, hogy én orvos egészségügyi kérdésekben én nagyon járatos lennék, de hát az ember azért, hogy is mondjam, csak szintén nem áldozatává, de hát, hogy is mondjam, csak használójává válik, és megtanulja azt, hogy, hogy bizonyos dolgok azért nagyon fontosak, és hogyha ha elhanyagoljuk az egészségünket, akkor abból sokkal nagyobb baj is lehet, Ugye nagyon sokan legyingetnek a szűrésre, és sajnos Magyarországon ennek is van egy nagyon rossz kultúrája, hogy inkább nem megyünk el szűrésre, nehogy kiderüljön a baj miközben, hogyha időben diagnosztizálnak ilyen dolgokat, és itt most a vastagbél különböző betegségéről és nem szeretném riogatni, hanem hogy ki kelljen írni egy 18-as karikát a műsorra. Szóval nyilván mindenki tudja, hogy ezeket a szűréseket érdemes elvégezni, hogy azt, hogy, hogy öt évenként, 40 éves kor felett, ha jól emlékszem, de azért ebben az orvosok megerősítése szerintem fontos. De az a lényeg, hogy, hogy ugye azt látjuk, hogy, hogy a, az OEP finanszírozása, a társadalombiztosítás finanszírozása nagyon szűk kereteket tesz lehetővé, ezért van sokszor várólista. Ugye az egészségügyi központnak van egy másik Tehertétele is, hogy a környékről is nagyon sokan járnak ide. Ezt a szolgáltató végezte egyébként, ezt a mintegy 25 millió forintos bővítést, hogy egy újabb állomáshelyel és nagyon modern diagnosztikai eszközökkel felszerelve kibővül ez a rendelés, és remélem, hogy ez egyfelől a. a a várakozási időket is csökkenti, és sokak számára lehetőséget biztosít ahhoz, hogy, hogy a megfelelő szűréseket vagy vizsgálatokat magas színvonalon itt Budaörsön lehessen helyben elvégezni. Ha a bővülésről volt szó, akkor kapcsolódjunk a tűzoltólaktanya laktanya bővüléséhez, hiszen ott ugyanezt történt, és ha nem tévedek, akkor Budajos napján adták át az új részleget. Mivel bővült a helyi tűzoltóság? Igen, ez, ez tulajdonképpen egy jó poén volt, hogy éppen a napján adjuk át, mert ezen a mindig egy bemutatót is tartanak a tűzoltók. Egy, a főúton kigyullad egy autó, szerencsére nem magától, hanem azért ez egy roncsautó, aminek a, akkor bemutatják, hogy lehet menteni a, a benreket utasokat, és hogyan kell eljárni a tűzoltóknak az, éppen azért a Budős napja az ilyen szempontból egy kicsit a tűzoltó, a helyi tűzoltó egyesület napja is, de lehetett volna ez kicsit korábban, mert itt egy nagyon sajnálatos jogi eljárás volt, ami miatt hónapokat, majd egy évet húzódott a beruházás, de szerencsére aztán azért mégiscsak happy end-el zárult, és ez a tűzoltó laktanya most már tényleg színvonalas és méltó ahhoz a tevékenységhez, amit egyébként a budőrsiek nevében nem lehet elégszer megköszönni a helyi önkéntes tűzoltóknak, akik nem a hivatásos tűzoltók, azért ez fontos, hogy tudja mindenki, ők ezt szabad idejükben vagy a munkaidejükben, de úgy szervezve, tehát úgy osztják be az idejüket, hogy mindig harcképesek legyenek, bevethetőek legyenek, és ezt, ezt térítésmentesen végzik és olyan színvonalon, amit egyébként a Pest megyei hivatásos tűzoltók is elismernek, mindenhol elsőként vannak ott, és ha valahol Budaörsön probléma van, akkor rájuk tényleg lehet számítani. A legextrémebb, mondjuk legutoljára, amikor a a gyógyszerraktár gyulladt ki, akkor is nagyon komolyan helyt álltak, de ha mondjuk egy kis madár valahova beszorul, akkor is lehet rájuk számítani. Szóval nagyon széles a skála, a különböző víz problémák, amikor pincékből kell szivattyúzni, bárkit menteni kell, vagy bárhol bármilyen tűzeset adódik. Úgyhogy az ő elhelyezésük, kultúrált elhelyezésük, megfelelő színvonalú pihenőhelyek, várakozóhelyek, öltözőhelyek, tehát kiegészült a laktanya nem csak egy új gépkocsi állással, hanem, hanem, a kiszolgáló és az olyan létesít, tehát a létesítmény azon részeivel, ami ahhoz szükséges, hogy ők megfelelően tudják a munkájukat végezni. Végezetül, ahogy mi is beszámoltunk róla, környezetvédelmi kiállítás nyílt nemrég a városház aulájában. Milyennek a kiállításnak a célja? Feltételezem, hogy a környezettudatos tudatos tudatformálás, nevelés része ez a kiállítás is. Igen, hát ugye az elég szomorú a tapasztalata a tekintetben, hogy most a világban mit látunk, ezt ott el is mondtam a rendezvény elején, hogy a új elnök az Egyesült Államokban megtiltotta azt is, hogy az illetékes minisztériumban klímaváltozás szót használjanak a globális felmelegedés pedig kézzelfogható. Gondolom, hogy most, amikor a nagy hurikánok vannak, akkor egy kicsit árt az ezzel kapcsolatos álláspontját Trump elnök is. Mindenesetre az látszik, hogy, hogy jelentősen változik az éghajlat. És azonban vita, hogy ebben mekkora a felelőssége az emberi tevékenységnek, az én meggyőződésem az, hogy elég jelentős, és hogy a Különböző energiák, hogy a szén, fosszilis energia, kőolaj és egyebeknek a használatát Érdemes visszaszorítani, az már nem egy mai új keletű szakmai megállapítás, mint ahogy az is nagyon fontos, hogy például az önkormányzat nagyon sok helyen próbálja megújuló energiákat használni, nem véletlenül az oktatási intézményeink, vagy éppen a városháza tetején, ha valaki fölészáll. Ugye szokta a budakörnyéki televízió itt ilyen drónokkal ezt megmutatni, úgyhogy nem újdonság ez sem. Tényleg egyre inkább, és a lakosság körében is egyre jobban terjed, hiszen az ára csökken, a fenntarthatósága pedig, hát hogy is mondjam, ha egy éves szinten az egyenlege valakinek mondjuk számla esetén nulla forint, és ez a beruházás akár a, a fogyasztásból térül meg, mint ahogy az önkormányzat esetében sokszor ez van, de most a magánszemélyeknek is kínálnak ilyen lehetőséget, tehát nem a villánszámlát fizeti, hanem a, a fele annyi részleteket a, a megvalósult megvalósult beruházásért, ami a napenergiát, a hasznosítását jelenti, és az 5-6 év alatt lecseng, és utána ingyen van, azért ez már egy olyan lehetőség, ami anyagilag is érdekeltét teheti, de ennek nagyon fontos hozadéka a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, ami az üvegházhatás, most itt ugye kezdünk belevenni megint olyan dolgokba, amihez a szakértők sokkal jobban értenek, de tényleg arról van szó, hogy, hogy egyfelől az egyéni érdek is tud lenni, és közösségi érdek környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos. Ugye az ember a másik nagy probléma, ugye már beszéltünk itt az orosz, hát hogy is mondjam, csak politikához való közeledésről, és a Paks 2-t nem tudom a fejemből kizárni, nem véletlen, hogy most, amerikai tudósok, épp a minap olvastam ezt nagyon komoly szakmai tanulmányt arról, hogy 15-20 év múlva a megújuló energiáknak lesz döntő szerepük az energiaellátásban, és sem az atomenergia felhasználás, sem a fosszilis és egyéb ilyen elégetett alapanyagok, vagy nyersanyagoknak az energiára való felhasználása, az nem fog jelentő szerepet játszani legalábbis, hogyha a, a, a Föld ö, meghatározó ha, nagyhatalmai, vagy azok, akik ezt használják, józanul gondolkodnak, vagyis az ő prognózisuk az, hogy egyre inkább ebbe az irányba tolódik el. De egyébként a piac és a gazdaság is el fogja ebbe az irányba vinni, mert hogyha valami elkezd nagyon elérhető áruvá válni, akkor nem véletlenül, hát látszik, az autóiparban is az a hihetetlen verseny. Egy-két évvel ezelőtt még mosolyogtunk azon, aztán megjelent a Tesla, és akkor mindenki azt mondta, hogy hűha, hát jó, de van egy, de most már olyan verseny alakult ki az autógyárak között, hogy én azt hiszem, hogy tényleg csak időkérdése, amikor egy átütő forradalom fordulat következik ebből be. És hát ugye ez fontos szerintem, hogy, a, hogy az a lakosság és mondjuk egy különböző országok kormányzata számára is ez fontos megfontolás legyen. Tehát azt az összeget például, amit Paksra költünk, ha arra költenék, hogy megújuló energiával támogassák ezeknek a létesítésével egyfelől a gazdasági szereplőket, közületeket, de a lakosságot is, sokkal nagyobb haszna lenne, és egész biztos, hogy mire a Paks 2 megvalósul, addigra egy olyan elavult energia és olyan veszélyes energia termelő lesz, ami, ami értelmezhetetlen lesz abban az időben, és ezt már most előre lehet látni. Tehát egy ilyen kiállításnak nyilván az a célja, hogy sok szempontból, sok oldalról világítsa meg ezeket az összefüggéseket. És ugye az OSAN, mint a városban működő egyik, egyik, olyan szervezet, amelyik nagyon régóta támogat civil szervezeteket, és egyébként Budaörsön működik a Földnapi Alapítvány, ami most már tényleg több évtizedes múlttal igyekszik a különböző olyan kérdésekre rávilágítani, amire talán nem is gondolunk, hogy az étkezéssel milyen szinten befolyásolhatjuk azt például, hogyha ha egy héten egyszer olyan, olyan élelmiszereket fogyasztunk, amiknek az előállításához jóval kevesebb víz kell, és most akkor megint nem megyek bele a mélyebben ezekbe a kérdésekben. Erre próbált ez a kiállítás rámutatni. Az önkormányzatnak itt Tulajdonképpen csak egy katalizátor szerepe van. Itt egy gazdálkodó szervezet és egy civil szervezet együttműködéséről van szó, és ugye azt akkor is elmondtam, hogy rendkívül fontos, hogy nagy átfedések ne legyenek, azaz a gazdaságra ne telepedjen rá a hatalom, se a helyi, se a magasabb, sajnos ennek az ellenkezőjét látjuk országos szinten, és a civil szervezetekre se, mondjuk ne őket, és hagyja őket működni. Tehát amikor a gazdálkodó szervezetek, a civil szervezetek, a közigazgatás vagy az állam különböző szervei jól működnek együtt, de nincs nagy átfedés, akkor egészséges egy társadalom. Hát én azt gondolom, hogy itt ezt láthattuk, és jó lenne, hogyha országosan is ilyeneket látnánk, mert akkor kicsit hatékonyabban lehetne ebben a kérdésben is együttműködni. Meglepő módon egy környezetvédelmi kiállítást, környezetvédelmi védők demonstrációja tarkított, és utána felvettük a tiltakozók észrevételeit, illetve az ön reakcióját, de itt most ezelőtt a beszélgetés előtt mondta, hogy valamit még hozzá tennek kiegészíteni az ott elhangzottakat. Elhangzott ott egy dolog, amire én nem reagáltam, nevezetesen az, hogy Budős egyre élhetetlenebb, és hogy innen menekülnek az emberek, és ugye az a hölgy, aki ezt mondta, az egy olyan utcában lakik, ahol nem lehet ingatlanhoz hozzájutni, olyan magas áron mennek el az ingatlanok, hogy, hogy ezt egy egyszerű földi haladom, szinte meg sem tudja fizetni, és tényleg az ember bárhová megy most a városban, azt látja, hogy hihetetlen mértékű, sőt sajnos túlzott mértékű építkezések. Ugye az építési törvény megváltoztatásával, ö, olyan, ö, olyan, meg a szabályozások megváltoztatásával olyan intenzíven kezdett az egyik egy nagyon népszerű település beépülni, hogy már ezt mi is aggódva figyeljük. Tehát pont azon a környéken én azt láttam aznap hazafelé, hogy egy ingatlanon három Társas ház épül, ahol szerintem igazából egy családi háznak volna helye. Szóval, hogy miközben egyébként a szabályozási terveket is megpróbálják ezzel egy kicsit túlfeszegetni, és hát tényleg ezeken a területeken aztán mindent eltüntetnek, minden zöldet. Szóval engem az zavar, hogy, hogy amikor a legutóbbi időben végzett közvéleménykutatás azt mutatja, hogy nem hiszem, hogy. Még egy olyan település van, ahol 98%-os a szeret, vagy nagyon szeret, és ennek döntő többsége a nagyon szeret itt élni. Meghatározáshoz adta a nevét, vagyis hogy úgy ítélik meg, hogy jó ez a település, a település az való kötődésük, a lokálpatriotizmus, az, hogy ez a település milyen szolgáltatásokat nyújt. azt pontosan érzi az itt élő lakosság, hogy az alapvetően abból az egyensúlyból van, amit nagyon nehéz megtalálni. És azért volt igazságtalan, és azért igazságtalan egy kicsit ez a történet, mert ugye azt állítják, hogy mi egy oldalon kommunikáltunk ebben az ügyben. Az a helyzet, hogy nem nagyon lehet valami olyanról kommunikálni, ahol a tárgyalások folyamata van, és ahol még nem jutottunk el odáig, hogy, hogy el, ö, elérkezik az, hogy a képviselő testületnek ezzel legyen dolga. Úgy tűnt, hogy szeptemberben erről kell dönteni a testületnek, de én miután nem látom még mindig azt, hogy az ingatlan tulajdonos, és akkor beszéljünk konkrétan, az Osan Áruház területén van egy ingatlan fejlesztő, ez az Imosan nevű cég, aki elkülönül az Áruháztól, ugye ott van az Osan, az IKEA és a Decathlon, és van egy, egy olyan üres terület, ami ugyanúgy az agglomerációs fejlesztési tervben gazdasági fejlesztésre kijelölt terület, még akkor is, hogyha most ott az akácos el terjedésével egy akácerdőnek erdőnek tűnő rész van. És, és ezen a területen nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb valamit fognak csinálni. Most a kérdés az az, hogy egy önkormányzatnak milyen lehetősége, milyen kötelezettsége van ilyen esetben. Szerintem a kötelezettsége az az, hogyha így is úgy is odaépülni fog valami, és a tulajdonos rendelkezik arról a területről, mert sok helyen hallom, hogy megvédjük az erdőnket. Ez olyan, mint én azt mondom, a szomszédomnak a fáit megvédem, sajnos mind a két oldalon úgy kezdődött az építkezés, Megértem némelyiküket, ahol mindent kivágtak, azt nem értem meg, mert mi annak idején úgy építkeztünk, hogy összesen egy fát kell kivágni, és az összes többi megmaradjon, mert hát attól van varázsa annak a területnek de azt is megértem, hogy ott mindent kivágtak. Tehát én mondhatnám azt, hogy a szomszéd ingatlanára megvédem a fákat, csak furcsán nézne rá a szomszéd. Most itt is arról van szó, hogy egy magántulajdonban lévő terület, aminek a nagy része gyep, ami most pillanatilag, ahol egyébként egy meghatározott volumenű beépítés lehetséges. Most az autópálya közelsége azon a területen egy kellemetlen közelség. Tehát, hogyha azt lehet elérni, és erre törekedett az önkormányzat, nagyon komoly szakmai tanulmányok is, és megrendelt szakértői vizsgálatok, modellek alapján, hogyha a Baros utca felé megmarad 10-17 méter szélességben az erdő, úgyhogy egyébként aztán közben a fákat szépen, lassan, fokozatosan kicserélik jó minőségűre, de megmarad folyamatosan az erdőlátvány, és mögötte az autópálya egy épülettel elhatárolódik a lakóterülettől, az nem hogy ront, nem igaz az az állítás, minden, minden számítás azt támasztja alá, hogy mind a szállópor, mind a zajhatás tekintetében jelentősen jobb lesz ott a helyzet. És ettől függetlenül én tökéletesen elfogadom és megértem az aggodalmakat, hogyha nincsenek valakinek arról információk, hogy ténylegesen hogyan fog ez kialakulni. És nem véletlenül mi azt kértük, mind a terület tulajdonosától, mind pedig a leendő bevőtől, és nem tudom, hogy a mai napig is történtek közöttük egyébként már szerződés, hogy mielőtt bármi elindul, tájékoztassák ezekről a részekről az ott élőket, az érintetteket, annak érdekében, hogy ne lehessenek félreértések. Én nem tartom túl szerencsésnek és túl jónak az ő kommunikációkat, szerintem nagyon erős lépés hátrányban vannak. Egy korábbi, nagyon rossz tervvel fölborzolták a kedélyeket, az enyémet is. Amikor ezt megláttam, azt mondtam, hogy őrület, egy ilyet nem lehet oda tenni. De azóta, amiket mi feltételként előírtunk, azok bizony javítanák az ott élőknek az életkörülményeit. Aztán, hogy ebből végül is majd mi lesz, az egy másik kérdés, de arról. Mindenkit biztosíthatok, hogy az önkormányzatnak ebben a kérdésben az álláspontja az nagyon erősen abba az irányba mutatott, hogy ami ott megvalósul majd, az ha megvalósul, az jobb körülményeket ö, biztosítson. Egyébként a legjobb barátaim is ezen a területen élnek, amikor megmutattam nekik, hogy ténylegesen miről van szó, mert természetesen őket is megpróbálták bevonni, és ö, hát elmondani, hogy az önkormányzat micsoda őrületre készül, és megmutattam, miről van szó, elkezdtek nevetni, és azt mondták, hogy alig várják, hogy akkor ez így valósuljon meg, mert hogy ez tényleg jelentősen fogja megváltoztatni a helyzetet. Nincs igazából szerintem nagyon mit magyarázni azon, hát aki a főúthoz közel él, és ez a török ugrató egy jelentős részén, és ott élőkkel beszélgetünk erről, amikor a, megépült a, cukrázda, a cukrászda a szolgáltatóból, tehát amikor a főút mellett elkezdtek épületek megjelenni, akkor a mögötte lévő utca, ami korábban a főútra rálátott, föl lélegzett, mert onnantól kezdve sem nem hallották, sem nem látták, és jelentősen javult azoknak az ingatlanoknak a, 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 az életkörülménye, már az ott élők életkörülménye és az ingatlanoknak az élhetősége. Szóval itt is erre törekszünk, sőt a korábbi olyan szak, értői tervek alapján, vagy tervezői tervek alapján az Ibolya utca környékén egy csomó pontot gondoltak kialakítani, azt mondtuk, hogy arról szó nem lehet, azt mindörökre el kell felejteni, és azon a területen az az utolsó háromszög a tulajdonos, megértve azt, amit az önkormányzat megfogalmazott, egy hektárnyi erdőt egy ligetes parká fog átalakítani, pontosan olyanná, hogy az ott élők számára az egy nagyon kulturált, kellemes környezet lehessen. Most is bejárnak egy, arra a részre egyébként a környező ingatlan tulajdonosok, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy az pillanatnyilag birtokháborítás, ha meg, megnyitják és kialakítják olyanná, hogy az egy szabadidőpark legyen, akkor az pedig egy olyan lehetőség, amiről még eddig nem is gondolkodhatott senki. Úgy érzem, hogy erre a témára még visszatérünk a későbbi Biztosan. beszélgetésünk során. Most minden esetre köszönöm az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget.